Az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület szervezésében zajló hagyományos kecskeméti rendezvények évente több tízezer látogatót vonzanak. A koronavírus járvány miatt azonban idén több ilyen közösségi esemény is elmaradt. Emellett van, ami már biztosan nem lesz megtartva, és olyan is, amelyet kérdéses, hogy meg lehet-e szervezni. A jelenlegi helyzet nem csak a fesztiválok iránt érdeklődőket, de a szervezőket is elszomorítja. Hiszen, mint ahogy Hamzáné Lakó Judit, az egyesület titkára elmondta, óriási lelkesedéssel szokták megszervezni ezeket a rendezvényeket. A tavaszi nagy rendezvénye a helyi termékünnep Hungarikum Fesztivál. Ez az elmúlt hétvégén került volna megrendezésre, és fájt is a szívünk, hogy olyan szép idő volt, tehát biztos, ha nem lett volna ez az egészségügyi helyzet, akkor biztos nagyon sikeres rendezvényünk lett volna. A hagyományos húsvételót sem tartották meg idén, és már az is biztos, hogy nem lesz kézműves sörfesztivál. A Hírös Hét fesztivált egyelőre még nem tudni meg lehet-e szervezni. Hamzáné Lakó Judit elmondta, az elmúlt időszakban több mindenre is pályáztak, hogy forrásokat szerezzenek arra az időszakra, amikor már lehet újra rendezvényeket tartani. Hál' Istennek most itt tavasszal több pályázati lehetőség is megnyílt, és pályázatírással töltöttük az időnket. Nagyon bízunk benne, hogy októberben már az őszi helyi termékünnep megrendezésre kerülhet. Erre is beadtak pályázatot fellépők támogatására, illetve a Hungarikum pályázaton dolgoznak jelenleg, amely a következő évi tavaszi fesztivált készíti elő. A pályázatírások mellett a Kecskemét és térség applikációjukat tudták fejleszteni, hogyha majd jönnek a turisták, legyen megfelelő eszköz, amely segítséget nyújt számukra a tájékozódásban.